Akkor szeretettel köszöntöm a nyílt nap érdeklődőit ezen a furcsa felületen, amit úgy hívunk, hogy világháló. De azért még itt vagyok a MOME könyvtárában, és remélem, hogy ez is egy inspiratív helyszín lesz önök számára, amikor majd elkezdik jövőre, reméljük, tanulmányainkat. Annyit tudok elmondani a Design és Művészet Management mesterszakunkról, hogy a MOME mesterszakai közül erre a szakra szoktak a legtöbben jelentkezni. 10 éve fut ez a képzésünk, és ennek ellenére nagyon magas a jelentkezők száma, ami egy ilyen kis országban például azt is jelentheti, hogy jó híre van, és a jó hírt arra értem, hogy nem kampányok kapcsán létrehozott jó hírről van szó, hanem hiteles volt hallgatóink pályája, mondjuk így, hogy szakmai hálózata képes volt arra, hogy ezt a jó hírnevet megalapozza. Persze próbálunk mindig megújulni, próbálunk az adott kihívásokhoz igazodni, ezért folyamatosan újítjuk a szakot, ezt együtt tesszük természetesen a MOME többi intézetével és többi szakjával. Az elmúlt 2 évben a tantervi hálókat alakítottunk át, tehát ezen belül a menedzser szakot is próbáljuk sokkal integratívabban kezelni, MOME-n belül, MOME-n kívül, és hát azt tudom mondani, hogy az elmúlt 10 év tapasztalata abban erősít meg, hogy nagyon nagy szükség van nem csak Magyarországon, hanem Kelet-Közép-Európában arra a tudásra, ami a kreatív iparban és a kortárs képzőművészetben igen fontos, híd szerepet betöltő hallgatóinknak egy perspektívát nyújt, szakembereinknek egy perspektívát nyújt, hiszen egyre több művész, egyre több designer igényli a közvetítői szerepkört, igényli azt, hogy találjon a magának a csapatába olyan szakembert, aki érti a briefet, megfogalmazók nyelvét, és érti az a szabadon gondolkodás és a kreatívan gondolkodás, mondjuk így felületeit is és dimenzióit is. Ébri Gábor vagyok, a menedzser szakot együtt vezetjük Germán Kingával. Miért érdemes erre a mesterképzésre felvételezni? Először is a hangoltó csapat miatt. Semmilyen előírás nincsen, hogy milyen BA-val lehetne jelentkezni. Szabadbölcsész, társadalomtudományos, műszaki, gazdasági, minden évben kapunk ilyen felvételezőket nagy számban. A jogásztól a kertészmérnökig nagyon széles a paletta. A mostani másodévesek között az egyik legjobb hallgatónk a testnevelési egyetemről felvételezett hozzánk, és a jóga oktatói hozzáállása aranyat ér. Ez a sokszínűség egy olyan aranybánya, hogy a hallgatók egymástól merítenek a legtöbbet. Ugyanez adatik meg a tervezőszakok, a társszakjaink vonatkozásában is, hiszen a MOME-n építésztől a fotóson át a tájtervezőig együtt tartózkodik mindenki a kampuszon. Közösek a feladatok, együtt lehet ebédelni, bulizni is, a hallgatói terekben is együtt lehet a napot eltölteni. Az élet együttműködésére így lehet legjobban felkészülni menedzserként. Valós tapasztalatokat lehet szerezni a városi órákon is. Nem csak a kampuszon van ilyen kollaboráció, hanem számos tantárgyat kihelyezünk valós helyszínekre. Ilyen például az enyém is. Ameddig a vírus engedte, minden órát galériában, divattervezőnél, vagy éppen előadó művészeti helyszínen tartottunk. Ugyanilyen bevezetést nyújt a későbbi kreatívipari pályához a szakmai gyakorlat. Mindenfél évben kötelező, 100-150 órás projektekről van szó, amit választhat a hallgató, vagy segítünk mi. És hogy ez egy színház, egy fesztivál, vagy egy képzőművész közösségi média felületének a menedzselése, ez már egyéni érdeklődéstől függ. A fél év végén van belőle egy beszámoló, tanulságok merítése, közös megvitatása, és ebből egy olyan portfólió épül a képzés végére, ami a diákunk záróvizsga eredményének a felét adja. Tehát nem egy száraz szakdolgozati, csak írásos érvelésre építünk, hanem nagyon erős a gyakorlati képzés bemutatása ezeknek a kompetenciáknak a kidomborítása. Amikor a vírus engedi, szeretjük ezt nemzetközi kitekintéssel tenni. Hozzánk is jönnek, és a széles Erasmus hálózat révén a mi hallgatóink is nagy számban mehetnek külföldre. Magától értetődőnek vesszük az angol nyelvtudást,
nem papír kérdésében, hanem gyakorlatias használatban. Így mindenfélében van angol nyelvű óránk is. És mindez hol zajlik? Most már egy menő kampuszon. Nem vagyok a kampusz reklámfelelőse, de azt hiszem, aki ide jön és itt fog tanulni, az akár a hallgatói konyhákban az ebédjét is még élvezni fogja, mert otthon sem hiányolna, vagy kívánna ennél jobbat. Vagyis kialakul egy olyan közösség, egy olyan inspiratív helyszínen, ahol amellett, hogy jó csapatban dolgozik az ember, jól érzi magát. És ez is az egyetemi lét része. Kérdések? Remélem maradtak. Ott van a Facebookunk, Instagramunk, bármilyen más hallgatók által kezelt felület, éppen azért, hogy ne az oktatók által sugalt, cenzúrázott üzenetek domináljanak, hanem nyíltan lehessen kérdezni. Érdemes készülni a felvételére, hiszen ott az egyént figyeljük. Megadtunk néhány olvasmányt, ami segíthet a felkészülésben, de a lényeg az egyéni motiváció és jövőkép. Ezzel nyitnám meg most a nyílt napot, és aztán egy fél év múlva remélhetően a felvételi beszélgetéseken találkozunk. Sziasztok! Gorka Fogt Máté vagyok, a DMM szakmenedzsere. 2017-ben magam is a szakon végeztem, azóta a MOME doktori iskolájának hallgatója és a Q&Co Design Studio Design Menedzsere vagyok. Most a szakos köszöntők után következzen három videóblokk. Az elsőben gyakran ismételt kérdések a felvételiről, a szakról, a jelenlegi hallgatók tolmácsolásában. A másodikban volt alumni hallgatóink mutatják be röviden, hogy a szak elvégzése után milyen területen helyezkedtek el, a harmadikban pedig a szakirányú továbbképzés, a MUKUME mutatja be képzését. Én nemzetközi tanulmányok szakos voltam a MOME előtt. Ez az ELTE-nek a társadalomtudományi karán van, tehát alapvetően sokkal inkább egy ilyen társadalomtudományi fókuszú képzést tanultam előtte, nem design és nem művészet kapcsolódással. Ugyanakkor a szak sokat segített nekem abban, hogy itt a MOME-n az ilyen gazdálkodástudományi vagy szociológiai kurzusokhoz tudjak kapcsolódni. Az ELTE BTK-n végeztem régészet alapszakon. A MOME előtt a BA-mat az ELTE-n filmelmélet és esztétika szakon végeztem. Az alapképzésemet a BM-én végeztem, gazdálkodás és menedzsment szakon, így az itteni MOME-s szakon menedzsment része az már egészen közel állt hozzám, viszont a dizájn és a művészetek azok most lettek részei újra az életemnek. Én a Metropolitan Egyetem dizájnkultúra szakáról érkeztem, és végzettségem szerint művészetteoretikus vagyok. Az ELTE kommunikációs média szakáról jöttem a MOME-ra. Én az EGRI Eszterházy Károly Egyetem mozgókép kultúra és média ismeret alapszakjáról jöttem ide. A BMM Műszaki Manager szakáról érkeztem. Idén végeztem textiltervezőként a MOME-n alapszakon. Azért jöttem erre a szakra, hogy valóra váltsam azt a vágyamat, hogy a művészet szervezés területén tevékenykedjek majd egyszer. Azért, hogy megismerjem a mai modern világot, a működését, és hogy olyan készségeim legyenek, melyeket tudok is hasznosítani majd a későbbiekben. Szakmai tapasztalatomból adódóan indultam el a menedzserkedés irányában, mivel hát olyan 2,5 éves szakmai tapasztalatom van projektmenedzserként, és ezt szerettem volna felülvizsgálni úgymond egyetemi környezetben, hogy amiket így megtapasztaltam, illetve saját szememben láttam, arról így akadémikusan hogyan gondolkodnak. Nekem nagyon szerteágazó érdeklődési területem volt a MOME előtt, és itt az itt hallgatott tantárgyak meg kurzusok során sikerült ezt leszűkíteni. És az egyik kurzusomhoz kapcsolatban alakult ki az érdeklődési területem, illetve amivel szeretnék foglalkozni az egyetem után. Ez a service design. Az én érdeklődési területem a kortárs képzőművészet, a galériák világa, illetve a kurátori meló. Ami igazán érdekel, az a kortárs képzőművészet, intermédia művészet és fotográfia. Minden mesterszakos hallgató találkozik a MOME kutatás, fejlesztés, innovációs kurzusokkal, ezek a KF-ik, és ezek a kurzusok azért rettentően izgalmasak,
mert valós projekteken dolgozunk a kurzus alatt, vannak belső projektek is, és vannak külső megrendelő által létrehozott projektek is. Így az egyetem belső működéséhez is lehet kapcsolódni, meg külső piaci igényeket is meg lehet ismerni, meg lehet érteni ezáltal. Ez alapvetően egy ilyen erős módszertani kurzus, ami során a design thinking elemeit termékfejlesztés, szolgáltatásfejlesztés témakörében próbáljuk hasznosítani és tanulni. Azért szeretem kifejezetten ezt a kurzust, mert nagyon gyakorlatorientált, és már az első órától kezdve valós problémákon, valós helyzetekkel gyakorlunk, és gondolkodunk, és tanulunk. Mi éppen ebben az évben a MOME kommunikációs csatornáit, rendszereit fejlesztjük, tanuljuk egy fél éven keresztül, ami a MOME-nak is jó, hiszen sok inputot tudnak szerezni abból, hogy hogyan működik a rendszerük a hallgatói szemszögből, és nekünk is jó, mert egy valós probléma fókusszal tudunk koncentráltan tanulni. És ezen a kurzuson jöttem rá, hogy engem igazából ez érdekel, meg ez az, ami motivál, és ezért nagyon hálás vagyok, mert rögtön egy ilyen nagyon erős piaci tudást is tudok szerezni, és közben meg így általában is tudok tanulni a MOME-ról, meg a módszertanról. Nekem az egyik kutatás, fejlesztés, innováció kurzus keretén belül most social design a témám, és az nagyon izgalmas, hogy hogyan lehet online design megoldásokkal segíteni valamilyen szociálisan hátrányos helyzetben lévő csoportom. Számomra ez volt eddig a legizgalmasabb. A KFI kurzusom során a MOME kommunikációját kutatjuk, és ötletelünk, hogy hogyan lehetne azt jobbá tenni. Amit mindenképpen kiemelnék ebben, az az, hogy a Service Design módszertan segítségével vizsgáljuk meg ezt a problémát, ezáltal a gyakorlatban is sikerül elsajátítanunk azokat a tanult dolgokat, amiket például a menedzser órákon vagy az alapképzésemen is tanultam. A KFI-k azért izgalmasak, mert ott valós projekteken dolgozhatunk. Én előző fél évben a MOME-nak a tereit kutattam, hogy melyik az, ami működik, és melyik az, ami nem a hallgatók számára, hogy amit itt elgondoltak a tervezők, hogy hogyan kell kinézni egy otthontérnek, az tényleg otthon térként funkcionál-e, és ott a service design módszerét alkalmaztuk, és rengeteget tanultam belőle, amintán a szakmai gyakorlatomon is egy használható és valid tudássá vált. Az én KFI kurzusomat úgy hívják, hogy Digitális Múzeum, és az volt ennek az érdekessége, hogy a szakvezetőnk, az Ébli Gábor az első napon konkrétan kijelentette azt, hogy vért fogunk izzadni, és hogy ez mennyire durva lesz. Ennek ellenére egy nagyon élvezhető dolog ez az egész szerintem. Most a Gödöllői Kastély Múzeummal együttműködésben készítünk el egy projektet. Az a lényege, hogy valamilyen szinten, vagy valamilyen módon digitálisan korszerűsíteni kell az ő kiállítási metódusaikat. Én KFI kurzusként idén a Design Thinking az üzleti életben vettem föl, és ami tök izgalmas, hogy az elméleti rész mellett minden órán van műhely munka, amikor van lehetőségünk együtt dolgozni más szakosokkal is, például tervező szakos hallgatókkal, és így tök izgalmas projektet csináltunk idén. Van a MOME-n egy olyan felelési kurzushét, amelyen mindig egy adott tematika szerint egy héten keresztül tárgyaltok valamiféle témakört, és itt abszolút van lehetőség arra, hogy új embereket ismerjünk meg. Én itt ismertem meg azt a kedves fiút, aki amúgy nagyon tehetséges is, akivel a szakmai gyakorlatomat tudtam aztán együtt végezni. Az a nagyon szerencsés ebben, hogy beleláthatsz egy csomó különféle területbe is, ami nem feltétlenül a te szakodhoz vagy a te érdeklődési körödhöz releváns. Én például így láttam bele a filmiparba, és ez nekem egyáltalán nem volt eddig, ez egy tök új terület, és benne van a pakliban, hogy ezt a későbbiekben is majd tovább tudom vinni ennek köszönhetően. Az én kurzus hetem az alkalmazott művészet témaköre körécsoportosult. Minden nap egy-két óra keretében dolgoztuk fel az alkalmazott művészet különböző vonatkozásait. Legyen szó itt az ilyen filozófiai megközelítésről, volt szó irodalomról, az ilyen galériák felépítéséről,
illetve egyébként még a mézes kalács készítés, mint egy ilyen iparművészeti, gyakorlati fókuszú dolog is felmerült. Szóval nagyon szerteágazó volt, nagyon érdekes, mert volt egy ernyő téma, és az ernyő téma alatt nagyon sok altémával tudtunk foglalkozni. Mindenki talált valamit, ami érdekelte a kurzus héten, és minden mellett pedig más előadók változatos megközelítéseit tudtuk hallgatni. Nekem kurzus héttel nem volt kapcsolatom korábban az ELTE-n, ilyen soha nem volt, de egy nagyon érdekes dolognak találtam azt, hogy volt egy hetem, ahol a zenei menedzsment kurzuson olyan emberekkel találkozhattam, akikkel nagyon behatóan ismerik a szakmát, és volt lehetőségem velük beszélgetni. Szerintem egy kifejezetten jó és hasznos tudás az, amit egy hét alatt ott magunkra tudunk szedni. Kurzus héten én idén egy olyan tárgyat vettem föl, ahol elmélet is hallottuk, grafikusokkal együtt dolgoztak egy közös projekten, ahol társasjáték karaktereknek a prototípusait terveztük meg, és tök izgalmas, mert következő fél évben egy szabadon választható tárgy keretében az egész társasjátékot megtervezhetjük együtt. Itt a MOMEN a szakmai gyakorlat az nem úgy néz ki, mint mondjuk nálam az alapszakon, hogy az a lényeg, vagy ez a célja, hogy egy cég leigazolja, hogy te ott töltöttél 100 vagy 200 órát, hanem sokkal inkább az a cél, hogy gyakorlati tudást szerezzünk, és hogy tényleg egy valós projektbe tudjunk csatlakozni, és nem is feltétlen kell egy cégnél dolgozni. Én például most a saját szakomnak a kommunikációját csinálom, és ez lesz a szakmai gyakorlatom ebben a fél évben. Szakmai gyakorlatomnál most itt az első fél évben én egy másik intézetnél, a Design Intézetnél vagyok, amit azért tartok nagyon fontosnak, mert ezáltal jobban meg tudom ismerni más szakok hallgatóját, más szakoknak is a működését, ami mint design és művészetmenedzserként egy fontos része az életünknek. Hát én eredetileg a Printen elvégeztem volna a szakmai gyakorlatomat, ami egy fenntartható divattal foglalkozó cég. Viszont hát elszabadult a pokola járványhelyzet alatt, és nem tudtam ott abszolválni a szakmai gyakorlatomat, úgyhogy egy média dizájneres sráccal együttműködésben az ő filmje kapcsán elkezdtünk együtt dolgozni, és ezt fogom majd szakmai gyakorlatként letudni. Az idei szakmai gyakorlatom során egy mérnök barátommal egy olyan újfajta mozgásforma és egy ehhez tartozó gép elkészítésén dolgozunk, amely ötvözi a környezetvédelmet, környezettudatosságot a sporttal, mozgásművészettel. Én egy 26-30 órában dolgozok a mesterszak mellett egy hazai divatcégnél, social media és content management feladatokat csinálok. Nekem az a szerencsém, hogy megmaradtak az államilag támogatott fél éveim, és így 3 évre tervezem kihúzni a 2 éves képzést. Azt nem mondom, hogy nem kihívás néha, de olyan izgalmas dolgokba tudok így belelátni, hogy nekem ez így abszolút megéri. A szakmai gyakorlatomat a Launching Gallery Records and Managementnél csinálom, ami egy zenei management cég. Mi foglalkozunk többek között Jónás Ferbával, a Freakin Discoval, a Color Starral is, ahol online kommunikációval és zenekari bookinggal dolgozom leginkább. Itt dolgoztam már a MOM előtt is. A szakmai gyakorlattal nagyon pozitív tapasztalataim vannak eddig. Talán ez volt az egyik olyan része a képzésnek, ami a legtöbbet segített. Hát alapvetően itt az a fontos, hogy mi magunk választjuk meg, hogy hova megyünk, hogy hol szeretnénk eltölteni a szakmai gyakorlatot, és mindenhol eddig tapasztalataim szerint nagyon befogadóak. Én az Art Market Budapestnél végeztem a szakmai gyakorlatomat, ami egy zseniális élmény volt, és remek élmény, és nagyon sok tudással jöttem el onnan. Itt az a fontos, amikor helyet választunk, hogy valóban olyan helyet találjunk, ami megfelel az érdeklődési körünknek, és a legtöbbet tudjuk kihozni belőle. Ez gyakori kérdés, hogy mennyi időt veszel az egyetem, és mennyire lehet más tevékenységekkel is foglalkozni az egyetem mellett.
Én azt gondolom, hogy az egyetem van annyira rugalmas, meg empatikus a diákjaival kapcsolatban, hogy lehet emellett más tevékenységekkel is foglalkozni, lehet dolgozni is, és lehet emellett tanulni is. Én azt gondolom, hogy mindenképpen kell egy ilyen flexibilitás a hallgató részéről is, és az egyetem részéről is, ami szerintem megvan. Én egyébként nem dolgozok az egyetem mellett, én szakkollégista vagyok, és az is nagyon sok időt és energiát emészt fel, de tudom a kettő dolgot csinálni egymás mellett. Nyilván ehhez kell egy ilyen dedikált fókuszáltság, hogy az ember mindkét dolgot egyenlő, nem tudom, intenzitással és energiával tudja csinálni, de alapvetően megengedő az egyetem, amennyiben a hallgatók igyekeznek minden erejükkel napra készek lenni minden kurzuson és minden egyéb programon. Ami szerintem nekem nagyon pozitív, és egyébként én is 3 év alatt fogom elvégezni ezt a 2 éves mesterképzést, az az, hogy ezt az oktatók is nagyon támogatják, és emiatt azért, hogy úgymond sokkal könnyebb megoldani a munka és tanulásnak az egészséges egyensúlyát. A jelenlegi szakom mellett én nem dolgozok, de szerintem ez mindenkinek a saját döntése, és alapból azt vallom, hogy mindenkinek arra van ideje, amire csak szeretné. Én úgy döntöttem, hogy több energiát szeretnék inkább a tanulmányaimra fektetni, és emellett én feláldoztam a munkámat. De hogyha valaki nagyon szerencsés, akkor a szakmai gyakorlatát is meg tudja csinálni egyben azzal, amilyen a munkája is, úgyhogy megoldható mindenkinek, hogy dolgozzon mellette. Én jelenleg nem dolgozom, és nektek is ezt ajánlom, hogyha megtehetitek, hiszen érdemes teljességében megélni ezt a szakot. Szóval, hogy nálam hatalmas mák volt igazából, hogy így volt ez a szakok közötti átjárás, mert hogyha nem ismerkedem meg amúgy kurzus héten ezzel a fiúval, akivel tudtam csinálni a szakmai gyakorlatot, akkor elég valószínű, hogy bajba lennék. Mi egy zenemenedzsment heti kurzuson ismerkedtünk össze. Hát igen, felmerülhet az a kérdés, hogy ebben a vírusos szituációban hogy működik az oktatás. Nyilván nem teljesen adja vissza azt az élményt, mint hogyha személyesen találkoznánk a szaktársainkkal, viszont mindenki elég alkalmazkodó, és az oktatók is megpróbálják kihozni a maximumot az online felületekből. Nyilván vannak ennek is negatívumai, viszont előnyei is ott vannak, hogy az információ sokkal gyorsabban áramlik, hogyha óra közben felmerül egy kérdés, akkor azonnal mindenki rá tud keresni, utána tudunk járni, és egyszerűen meg tudjuk osztani a saját produktumainkat is a számítógépről, szóval igazából ez egy ilyen kettős helyzet, aminek nyilván van hátránya, de előnyei is akadnak. A szakos élet nekem abszolút pozitív benyomás volt ebben az első pár hónapban, amikor együtt tudtunk lenni. Szerintem egy nagyon jó fej, nyitott és motivált brigád jött össze, szóval nagyon oldottak a szemináriumok, és csomót tudunk egymástól tanulni, mert nagyon különböző helyekről és előképzettséggel érkeztünk, úgyhogy én nagyon várom már, hogy tavasszal vissza tudjunk állni a jelenléti oktatásba és együtt lenni. Sziasztok, én Nagyon Ikó vagyok, én korábban azért jelentkeztem a szakra, hogy a menedzsment ezen területén még több mindent megtanulhassak, hogy korábbi ismereteimet és tapasztalataimat bővíthessem, hogy részt vehessek momis projektekben, illetve szuper új kapcsolatokat építhessek. Én idén nyáron 2020-ban végeztem, és a képzés ideje alatt, és azóta is múzeumpedagógusként dolgozom a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban, valamint Elek Ági textiltervező művésszel közös kacsműhelyünket vezetjük, amelynek keretében különböző kulturális rendezvényekhez, kiállításokhoz szervezünk programokat. Sziasztok, én Tornyánszki Iva vagyok, design manager. A MOMIN végeztem 2012-ben ezen a szakon. Azóta szabadúszóként dolgoztam, nyáróta pedig az Innovációs Központban vagyok projektvezető. A képzés alatt nagyon sok gyakorlati tapasztalattal és kapcsolattal gazdagodtam. Sziasztok, Tuska Bori vagyok, és idén végeztem a Design és Művészet Management szakon. Azért jelentkeztem annó erre a képzésre, mert az alapszakom nagyon elméleti jellegű volt, és szerettem volna valamilyen gyakorlatiasabb képzésben részt venni utána.
Jelenleg egy online kulturális portálnál dolgozom, ahol szerkesztő vagyok, és emellett egy fotógalériában is tevékenykedem asszisztensként. Sziasztok! Sziasztok! Szabó Viki vagyok. Én pedig Kudron Anna. Én anno azért jelentkeztem a Design és Művészet Management szakra, mert az esztétika diplomám után úgy éreztem, hogy szeretnék kulturális és művészeti területen maradni, és ehhez hiányzott a gyakorlati tudás és a management orientáltság, amit ezen a szakon lehet megszerezni. Én az ELTE-n végeztem előtte kommunikációs szakon, és az akkor induló első MA szakok között válogattam, és szinte biztos voltam benne, hogy a MOMÉ-ra szeretnék átmenni, hogy egy sokkal kisebb méretű egyetemen, és kifejezetten művészet és dizájn kapcsán tanuljak, és valóban nagyon sok menedzsmenti tudás nekem is hiányzott ahhoz, hogy mindezekkel jó minőségben foglalkozhassak. 2014-ben diplomáztunk együtt, és azóta is több dolgon dolgozunk közösen, emellett én a MOME IK-nak vagyok kutatója. Igen, gyakorlatilag már ismertük egymást a MOME előtt, de igazából azt kimondhatjuk, hogy minket az a szak hozott össze, és azóta is így egy család vagyunk, és vagy projekteket, vagy személyes dolgokat közösen oldunk meg. Én azóta teljesen szabadúszóként dolgozom, és gyakorlatilag most már lassan 10 éve művészetmenedzsmenttel, vagy saját művészetem, vagy művészetünk menedzsmentjével dolgozom, vagy más projektekkel, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így igazából eléggé bejött. Kis Dorottya vagyok. Azért jelentkeztem annó a DMM szakra, hogy a tervezői oldalamnak adjak egy kis stabilitást a menedzsmenttel. 2016-ban végeztem, és már egy jó ideje a saját vállalkozásomat, a Juhút viszem, amiben formatervezéssel és különböző itali installációkkal foglalkozunk. Sziasztok, én Kocsis Máté vagyok, és 2018-ban végeztem a MOMÉ-nak a Design és Művészet Management mesterszakán. Főállású zenészként jelenleg 7 projektben dobolok, és itt hangszereken játszom, és emellett dobolást is tanítok, valamint a Taktilis inkluzív dizájn társasjátéknak vagyok a menedzsere, amelyet a szintén MOMÉ és Orr Péter tervezett, és jelenleg a Sikofol Kft-nél dolgozom, akik PVC újrahasznosítással foglalkoznak. Sziasztok! Hello, Murányi Klára vagyok, 2012-ben végeztem az első évfolyammal, amiatt jelentkeztem MOMÉ Design Manager szakára, mert egy MA-val szerettem volna mélyíteni a tudásomat. Jelenleg Berlinben ügyféloldali marketingesként dolgozom, és amint látjátok mögöttem, UX-el foglalkozom, graphic design-nal foglalkozom, és gyakorlatilag mindennel, ami marketing, amihez nagyon jól jött a MOMÉ szerzett tudás. Sziasztok! Engem Sándor Nórának hívnak, és én idén végeztem a MOMÉ Design és Művészet Management szakán. Én jelenleg Németországból jelentkezem, ugyanis nemrég csatlakoztam a Match Factory, egy nemzetközi sales ügynökség csapatához, forgalmazói menedzserként. Úgyhogy én azoknak is nagyon jó szívvel ajánlom a MOMÉ-t és a menedzser szakot, akiknek éppen filmes érdeklődése van. Sok sikert! Kort Nanita vagyok, és 2017-ben végeztem a Design és Művészet Management szakon. Amiért jelentkeztem, ki akartam lépni kicsit a tévés buborékból, amiben akkor voltam, mert hogy tévés főszerkesztőként dolgoztam akkor is, és egyébként ez most sem változott. Ami viszont változott, hogy azóta megalapítottam a Ruhasztori YouTube csatornát, ami fenntartható divattal foglalkozik, és én a szakdolgozatomban is ezzel a témával foglalkoztam. És nagyon remélem, hogy ez most már egyre fontosabb platform a magyar tervezők életében is. Felvételinél szerintem, amire a legfontosabb odafigyelni, hogy önmagunkat adjuk, és őszintén mondjuk el, hogy mi a motivációnk, és ez lesz az, ami sikerhez tud vezetni. A felvételinél nagyon jól éreztem magamat. Tényleg nem arra voltak kíváncsiak, hogy hány oldalt tanultam meg a feladott irodalmakból, és nem is arra, hogy hogyan szeretnék majd igazodni ehhez a szakhoz, hanem arra voltak kíváncsiak, hogy mit tudok én itt kihozni magamból az alapszakommal, és maga a beszélgetés is nagyon gondolatébresztő volt, nagyon jó kérdéseket tettek fel a tanárok, és végig gondolkodásra késztettek. Fú,
Én voltam az a hallgató, aki mindent elolvasott, és egyikbe se kérdeztek bele. Inkább arra voltak kíváncsi, hogy milyen az én érdeklődési területem, hogy mit tudok kihozni magamból ezen az egyetemen, mi az, amiért igazán én ide jelentkeztem, de a lexikális tudásom itt nem kellett. Ami igazi fejtörést okozott, az igazából a motiváció megfogalmazása olyan módon, hogy amellett teljes válszélességgel ki tudjak állni, és azt gondolom, hogy inkább a felvételi beszélgetésen erre a motivációra voltak kíváncsiak, és arra, hogy mégis milyen ember vagyok én, és ez a tapasztalat, úgymond ez a felvételi beszélgetés számomra olyan jól sikerült, mert azt éreztem, hogy ezen a képzésen, ezen a szakon tényleg az én személyemre kíváncsiak, és engem fognak felvenni, nem pedig csak egy hallgatót a sok közül, akinek az alapképzése megfelelő volt erre a szakra. Nekem igazából hasonló tapasztalataim voltak a felvételivel kapcsolatban. Én nem olvastam el minden kötelező vagy ajánlott irodalmat, csak ajánlott irodalmak vannak. És tényleg igazából az a tapasztalat, hogy a te érdeklődési területedre és az eddigi tapasztalataidra és a motivációidra kíváncsiak. Igen, arra, hogy van-e már bármilyen művészeti területen gyakorlatod, bárhol voltál-e önkéntes, vagy dolgoztál-e már ilyen területen? De egyébként, hogyha nem, viszont nagyon érdekel, és nagyon motivált vagy, és ezt el tudod adni, akkor ez is teljesen megfelel. Bevallom őszintén, hogy én nagyon izgultam a felvételi előtt, hogy biztos bele fognak kérdezni a kötelező olvasmányokba és a kiadott irodalmakba. De szerencsére, amikor beléptem a terembe, akkor egy kötetlen beszélgetés várt rám. Én a felvételi előtt rettenetesen izgultam. Azt képzeltem, hogy nagyon vizsgaszerű lesz, lexikális tudást fognak mérni, hogy ki a kedvenc kortárs dizájnerem, hogy mondjak 15 kortárs képzőművészt, de helyette végül arról beszélgettünk, hogy miért pont a Momé-ra szeretnék járni, miért pont erre a szakra szeretnék járni, és hogy én miért vagyok ide való. Sziasztok, Korn Anita, a Design és Művészet Management szak alumni hallgatója vagyok. 2015 és 2017 között a szak önálló program sorozatának, a Manage It Yourself-nek az egyik szervezője voltam. A 2014-ben útnak induló Manage It Yourself egy tematikus rendezvénysorozat a MOME Design és Művészet Management mesterképzési szakszervezésében. A név a művészeti szféra egy aktuális folyamatára mutat rá. Az eddig többnyire önmenedzselést végző hazai dizájnerek kezdik felismerni, hogy szakemberre van szükségük a szakmai minőség és a jól szervezett finanszírozható működés biztosítására. Az együttműködés miben létét szeretnénk feltérképezni. Kíváncsiak vagyunk, hogy milyen feladatokban igényelnék menedzser segítségét a meghívott előadók. Minden alkalommal új tematikával jelentkezünk, amely módot ad arra, hogy különböző nézőpontokból mutassuk be a menedzsment lehetőségeit a design és a művészet különböző területein. Az évek alatt számos kerekasztal beszélgetés során a hallgatók bepillantást nyerhettek a fotográfia, a formatervezés, grafika, divat és ökodizájn területére, illetve olyan új szakterületekkel is megismerkedhettek, mint a beton és a food design. A Manage It Yourself elmúlt 6 évéből készült válogatást fogadjátok sok szeretettel! Thank you.
szeretettel köszöntöm azokat az érdeklődőket is, akik a kultúra és múzeumi menedzsment szakirányú továbbképzés iránt érdeklődnének. Ez egy posztgraduális képzés, egy akkreditált képzés, 2008 óta akkreditált, egy egyéves és mindig csütörtöki napokon zajló képzés olyanok számára, akik a kultúra tágan értelmezett területén dolgoznak, és szeretnék magukat továbbképezni, szeretnének új lehetőségeket és új kapcsolati tőkét kialakítani, és az ő számukra ezt tudnám felajánlani, versenyképesek vagyunk a képzés árát illetően is, Magyarországon és a régióban is, azon kívül rengeteg belsős, külsős oktatóval dolgozunk, tehát megpróbáljuk mindig az aktuális problémákat, aktuális tendenciákat és azok a értőit, szakértőit, megoldóit is meghívni a képzésben, úgyhogy a továbbiakban remélem, hogy az az anyag, amit a netre itt még feltöltöttünk, további inspirációt ad önöknek.